az utolsó szalmaszál. A középiskolai közösségben még ott az évfolyam vezető, aki önzetlenül segít, bátorít a nehéz helyzetekben, szigorával viszont teljesítményre serkent. A művészeti szakközépiskola diákjai évfolyamvezető balettmesterüktől, Rónai Mártától is búcsúztak vasárnap a Pécsi Nemzeti Színház színpadán. Hogyan tekint vissza az elmúlt 4 évre, milyen volt ez az évfolyam? Hát szuper volt, mert nagyon rendes, nagyon szorgalmas, és a szakmájukat szerető gyerekeket ismertem meg bennük, és abszolút semmi probléma nem volt velük, szóval tényleg nagyon kellemes volt. Mennyire vizsgaelőadás ez a mai? Hát ez itt... Most fölkerülnek a színpadra, a Pécsi Nemzeti Színház színpadára, ami nagyon nagy dolog az életükben, mert lehet, hogy évek telnek el, amíg valami komolyabb előadásban részt vesznek, vagy talán soha, vagy ki tudja. Szóval ez nekik egy betetőzése a 4 évnek, ahol megmutathatják, hogy mit tanultak a 4 év alatt, mit tudnak. Hogyan kerültél ebbe az iskolába még annak idején? Hát 8. után megtudtam, hogy van ez az iskola itt Pécsen, és nagyon érdekelt, mert már kiskorom óta táncolok, és hát gondoltam, hogy megpróbálom, és akkor szüleim elhoztak a felvételire, és akkor felvettek. Hogy tekintesz vissza az elmúlt 4 évre? Nagyon jó volt. És most hogy érzed magad? Most nagyon rossz elmenni. Szóval tényleg nagyon rossz, mert egy nagyon jó társaság volt, szerintem az osztályunk, és nagyon jól éreztük magunkat így a kollégiumban, az iskolában, hát egész nap együtt voltunk, és remélem, hogy meg fogjuk tartani a barátságunkat, szóval továbbra is fogunk találkozni. Hová mész tovább? Pestre. Otthon fogok táncolni a fesztivál balettnél. Ez az utolsó fellépésetek együtt? Hát úgy néz ki, hogy az utolsó fellépésünk, remélem, hogy találkozok a többi osztálytársam a színpadon, és remélem, hogy itt táncolhatunk együtt. Más helyeken. Milyen érzés ez most? Felemelő érzés, bár szomorúak vagyunk, hogy vége ennek a csodálatos 4 évnek. Mire emlékszel vissza a legszívesebben? Azért elég kemény küzdelem volt. Így van, nagyon kemény küzdelem volt, de megérte. És ami a legszívesebben visszaemlékezem, a közös fellépések. Hogyan tovább, hogyan tervezed a jövőt? Maradsz a táncnál? Igen, maradok a táncnál. Budapestre vettek föl a Táncművészeti Főiskolára, és jövőre a Táncművészeti Főiskola növendéke leszek. Ez az előadás búcsú az évfolyam társaktól, a szakmától viszont nem, hiszen valamennyi végzős táncművészeti diák már leszerződött táncos, vagy ebben a művészeti ágban folytatja tovább tanulmányait. Június 7-én délután a Művészetek Háza Tetőtéri galériájában nyílt meg Barbara Freifel kiállítása. A svájci képzőművésznő 10 évvel ezelőtt egy csoport a Sárlat keretében már bemutatkozott a pécsi közönségnek, és idén februárban a Budapest galériában állította ki a most városunkban látható alkotásokat, melyek elé Várkonyi György művészettörténész mondott bevezetőt.
Belencsés véletlennek köszönhetjük, hogy ennek a nagyon szimpatikus svájci művésznőnek, aki Engadin tartományból, Biel városából, egy tipikusan francia, német, kétnyelvű városból érkezett. Itt most láthatjuk azokat a munkáit, amelyeknek látszólag semmi közük Svájchoz és ehhez a nyugat-európai centrális helyzethöz, hiszen ő tulajdonképpen úgy, mint annyian tették a 19. században és a század végén, utazik élmények érdekében, és ezek az utak, ezek Dél-Amerikától Egyiptomig és Indiáig vezetnek, és tulajdonképpen ebből az élményanyagból jön össze egy különös lírai, montásszerűen szerkesztett szürrealizmus, aminek talán az a lényege, hogy egy tipikusan a centrumban élő művész ezen az ezred végen megpróbál egyszerre élni a centrumban és a periférián, és ezt a két dolgot egymásra vonatkoztatni, és ebből valami olyan halatlanul izgalmas látvány jön létre, mint amit megismerhetünk, mondjuk a irodalmi párhuzamot akarok mondani Márquez Karibi könyveiből. Ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir. Nagyon örülök annak, hogy itt Pécset bemutatkozhatom és kiállítást rendezhetek. Amit idehoztam anyagot, 10 év munkájának eredménye, tehát 10 év termését mutatom be. A svájci képzőművésznő munkái június 26-áig láthatók a Művészetek Háza Tetőtéri Galériájában. Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.